Régóta nagy igény mutatkozik arra, hogy bölcsődék és óvodák újuljanak meg Nyugat-Szabolcsban is. Ezt Finnei Győző hangsúlyozta Nyírtelken tartott sajtótájékoztatóján. A térség országgyűlési képviselője elmondta, a terület és településfejlesztési operatív programnak köszönhetően számos beruházást indítottak, melyek a nevelési intézmények korszerűsítését célozzák. Azt szeretnénk, hogyha minden gyermek, a megszületendő gyerek 3 éves kor fölött óvodába járna, ugye erről kötelező törvényt is hoztunk a parlamentbe, a kötelező óvodáztatásról, és úgy tudom, hogy a gyerekek 96%-a, a 3 éves kor fölötti gyerekek 96%-a óvodába jár, amivel az Európai Unióban az élvonalban vagyunk, szinte elsők vagyunk. Nyírtelken 270 millió forintból újul meg a Kastélykert óvoda és bölcsőde. A beruházás 110 gyermeket érint. És van egy nagy építkezés is, hiszen az óvoda kibővül, számos kiszolgáló helység, a gyerekeknek egy sportszoba vagy tornaszoba alakul ki, orvosi szoba, tehát olyan kiszolgáló plusz helységek, amelyek a gyerekeknek a mindennapjait még jobb minőségűvé teszik, illetve az óvodában töltött időszakhoz még pozitívan tudnak hozzájárulni. A kertbe is új játékokat szereznek majd be, tehát mondhatjuk ezt, hogy ez a jelenleg is szép és jól működő óvoda még szebb lesz, még modernebb lesz, valóban 21. századi lesz. Nyírtelek mellett jelenleg másik 4 településen is zajlanak a felújítások, Tiszadada, Szabolcs, Gávovencsellő és Balsó óvodáját is korszerűsítik.